Párnyi Zoltán horgosi lakos mindig szívesen látogat el a kispiaci vásárba. A fejőgéphöz kértem, vásároltam pótalkatrészeket, meg mit is vásároltam, bocikötelet. Milyen sűrű nyári vásárokba? Legtöbbször szükség szerint, mivel mezőgazdasággal foglalkozok, még egy kevés jószággal, időm nem nagyon van csavargásra. Az árusok alacsony keresetre panaszkodtak. Ennek oka, hogy a hideg időjárás miatt a mezőgazdasági munkák még nem kezdődtek el. Szerintem még tél van, ilyenkor nem igazán. Most az első vásár itt kispiacon, nem mondhatnám, hogy a kereslet, inkább kevés ezt a forgalmunk szerintem. Vajdaságban több vásár is megrendezésre kerül az év folyamán. A kispiaci a legrégebb és legfontosabb. Emelte ki Újvári Zsombor, a VMS köztársasági képviselőjelöltje. Mint ahogy látni lehet itt például azok a kézműves dolgok, tehát kis szakmások is, mesteremberek kiállítanak, akik a saját termékeiket kézzel készítik, és én fontosnak tartom azt, hogy mindenki meg tudja mutatni azokat a dolgokat, amiket ő termel, illetve szeretné értékesíteni. Dobonkos Rezső szerint ma már az emberek nem fektetnek akkora figyelmet a falusi hagyományokra. Hogy ez másként legyen, Kanizsa község mindent megtesz. A fő hangsúly az az, hogy megőrizzük ezt a vásárt. Ezt nagyon nehéz az utóbbi időben működtetni, mert hogy nagyon kevés a vásárlóerő, de mi meg szeretnénk a közösség szinten ezt a hagyományt tartani. És mindent megteszünk, például nem emeltünk már 2-3 éve helypénzt, hirdetjük, bármit megteszünk, hogy megőrizzük az utókornak ezt a rendezvényt. A kispiaci állat és kirakodó vásár a jövőben is folytatódik, így minden hónap utolsó vasárnapján várja az érdeklődőket.